Megtelt az általános művelődési központ, megy a szón december 22-én, ugyanis Mindenki karácsonya címmel különleges műsorral készültek a megyeszói gyerekek és pedagógusok a településen élőknek. Hajdú Istvánné, a község polgármestere az ünnep üzenetéről, azaz a szeretetről szólt, aki szerint ez a jeles nap egyszerre példája Isten odaadásának és elfogadásának. Jézus születése megváltoztatta a világot, és 2000 év távlatából még mindig hatással van ránk. Ilyenkor melegség tölti el az emberek szívét. Egy-egy pillanatra megállnak, és a rohanó világban számvetést készítenek az elmúlt évekről. Ebben az időszakban felidézzük a legszebb pillanatokat, és minden szépséget és jóságot elraktározunk a lelkünkben, hogy ebből meríthessünk majd erőt az elkövetkezendő új évnapjaira is. A bölcs gondolatok után a Mackó Kuckó bölcsede és napközi otthonos óvoda növendékei léptek a színpadra, akik szavalatokkal készültek az előadásra. Az ovisok után a megyeszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskola tehetséges diákjai adták elő megható énekzenés műsorukat. A gyerekek és tanáraik igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a résztvevők szívébe. Az ünnepi produkciók után a pedagógusok szerencsesütiket osztottak szét a megjelentek között, akik a kóstolás után pozitív üzenettel térhettek haza.